Csapadékhiány jellemezte a 2022-es évet Szabolcs-Szatmár-Berekben. A szárazság miatt megyénkben több mint 100 mm csapadék hiányzik a talaj felső rétegeiből. A vízügyi szakemberek három területen végeztek vízpótlást az aszálykárok elhárítása érdekében. A térséget sújtó probléma enyhítése érdekében idén egy közel 36 milliárd forintos beruházást adtak át. A Tisza-Túr tározónak kettős funkciója van. Árhullámok idején a többletvizek elvezetését oldja meg, és az aszály problémák kezelésében is kulcs szerepe van. Megvalósult egy 1 köbméter per szekundumos átemelő telep, ami a Tisza folyóból emel ki vizet, akár kisvizek idején is tudjuk biztosítani ezt a 1 köbméter per szekundumot, tehát kiemeli a vizet, és a tározóhoz kapcsolódó belvízrendszerben több körben is, vagy több területet ellátva, akár egy időben is, tehát gyakorlatilag a teljes tározó területére tudunk vizet juttatni, sőt a tározón kívülre is egy korábbi tiszai holtágnak a vízpótlását is el tudjuk látni ezen műszaki megoldás lehetőségével. Megtörtént ennek a rendszernek a próbaüzeme, a vízpótló rendszernek a próbaüzeme. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó pozitív visszajelzéssel tudta erősíteni a tározónak a szükségességét, hiszen látható volt, hogy a legnagyobb aszályos időszakban ott a tározó területén belül szinte mindegyik csatornában és mindegyik holtágban megjelent a víz, és egy teljesen más képet tudott mutatni így az a térség, mint mondjuk mellette az a rész, ahol víz nem jutott el. Jelentős, több mint 4,5 milliárd forint értékű belvízvédelmi fejlesztések is zajlottak 2022-ben a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén. Nagyon nagy nagyságrendben, összességében 215 kilométeren történt csatornakortás, és ez mind a Felső-Szabolcsban, a Nyírségben és a Kelet-Nyírben valósult meg, tehát szinte majdnem a teljes működési területünket, a Szatmárt kivételével a teljes működési területünkön tudtunk csatornákat megkotolni, és ezek főképpen azok a csatornák, amelyek aszályos időszakban vagy vízpótlás időszakában vízszállítási útvonalat fognak jelenteni, tehát ezek nagyon fontos csatornákat jelentenek, és hát ahhoz, hogy a vízkormányzás hatékonyan tudjuk elvégezni, ehhez 93 műtárgyat kellett vagy rekonstruálni, vagy újakat kellett építeni a hatékonyság biztosítása érdekében, és még magas építmények is épültek, hiszen két új raktárcsalnok, valamint egy védelmi központ is megvalósult Szabolcs-Vörösmart térségében. A térség egyik legfontosabb vízgazdálkodási programja is elindult, amely jelenleg a tervezési szakaszban tart. Ennek a projektnek a legfőbb célja az, hogy vizet juttassunk be ide a Nyírség területére, és ezt csak a Tiszából tudjuk megtenni. Tehát Vásárosnaminnál meg fog épülni egy vízkivételi mű. Ehhez kapcsolódni fog, ez egy szivattyús vízkivétel lesz, ehhez kapcsolódni fog egy távvezetékrendszer, összességében egy 105 kilométeres zárt nyomóvezetékrendszer, ahol a Nyírségnek a déli részén, vagy itt a megye déli részén a Nyírség magas vonulatain kerül ez a nyomóvezeték végigvezetésre, és a már meglévő főfolyásokhoz csatlakozva kerül majd leosztásra a víz a teljes Nyírség területére. De annak érdekében, hogy a víz az ne csak lefusson, leengedjük, ennek érdekében megvalósításra kerülnek vízvisszatartó műtárgyak, tározók fognak épülni, összességében 11 darab nagyobb vízvisszatartó tározó épül meg 10-15 millió köbméter összkapacitás értékben, annak érdekében, hogy minél több vizet tudjunk itt tartani a területen, de a vízvisszatartó műtárgyak pedig azt fogják szolgálni, hogy a csatornákban, amelyek meglévő csatornák, de ezeknek is a felújítása meg fog történni, azokban a csatornákban használjuk ki azt a kapacitást, ami kiépült, tehát abba is tudjunk visszatartani vizeket. A Nyírség vízpótlását célzó projekt tervezése és engedélyeztetése 2023 év végére fejeződhet be, és közel 3 milliárd forintba kerül majd.